Hogyha elvonatkoztatunk az animéktől, akkor közelmúltban melyik volt az a szerep, akár sorozatban, filmben, ami különösen emlékezetes volt a számodra? Különösen? Hát, ami most így a legeslegutolsó, ami különösen nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, ugye Hilary Swank-et szoktam szinkronizálni, és most csináltunk vele egy filmet, az a címe, hogy Te nem vagy te, You are not you. Abban egy ALS-szindrómás beteget, ugye egy hölgyet szinkronizál. Az egész film nagyon érdekes, és hát természetesen megint fantasztikusat játszik benne, és nekem ugye még külön az is egy nagyon nehéz feladat volt őt úgy lekövetni, hogy ugye ezek a típusú betegek ugye előbb-utóbb beszélni is nehezen tudnak, tehát ugye elvesztik a mindenüket, és hát sajnos ugye ennek nincs orvossága, ennek a betegségnek, tehát meghalnak. És ő is meghal ugye a végén, de egyre nehezebben beszél. És ez nagyon, hát nem volt egy egyszerű feladat, de ez nagyon-nagyon a mai napig, hát ezt egy, mit tudom én, egy hónapja, másfél hónapja csináltuk, most volt úgymond a bemutatója az egyik tévécsatornán, hát és ez a mai napig így nagyon bennem van, maga a történet is, meg mint maga a munka is, hogy egyrészt erre jól fel tudtam készülni, tehát fel lehetett rá készülni, kaptam segítséget hozzá, ami sokszor azért sokat jelent, hogy mondjuk egyben meg tudod nézni előtte a filmet, mert ez is egy nagyon megrázó film. Én egy nagyon érzelmes ember vagyok, tehát én simán sírok filmeken, mindenen. Na most itt ugye akkor az ember úgymond a történet hatása alá kerül, és akkor nem tudsz úgy elvonatkoztatni ettől az érzéstől, ugye abban benne vagy, viszont közben azért egy picit mást játszol. Viszont így, hogy tudtam, hogy miről szól, így tudtam azt a, vagy legalábbis én úgy érzem, és remélem, hogy így is sikerült, hogy tudtam azt a fajta, hát nem is tudom, hogy mondja, mi a jó szó rá, azt a fajta szárasságot, szikárságot, és hogy ezt az egészet olyan méltósággal viselte, ezt az egész betegséget, és hogy szembesült ugye vele, hogy pontosan tudta, hogy meg fog halni, és hogy ezt nem... Persze ő is, tehát voltak nagyon-nagyon érzékeny pillanatok, és ugye egy lány segítette őt. Kicsit hasonló, mint az Életre valók című film, nem tudom, hogy látta, de azt a francia filmet, ugye abban is egy, csak abban két férfi, ugye egy mozgássérült férfi és egy férfi segítette, itt meg egy nő és egy lány segítette. Úgyhogy ez volt így a nagyon-nagyon érzékeny. Meg hát a Castle, ami ugye szintén, az mint sorozat, ugye azt így nagyjából folyamatosan vesszük, úgyhogy az a másik ilyen nagy kedvenc most. Az Életre valókat sok színész dicséri, aki szinkronizált abban a filmben. Igen, meg hát az is szerintem, aki nem szinkronizált benne, de ugye azt látta, nagyon jó, és ez kicsit hasonló, csak hát sajnos itt ugye annak egy pozitív kicsengése van, tehát ugye ő neki más típusú, a férfi főszereplőnek ugye más típusú betegsége volt. Itt meg ugye sajnos hát ugye nem pozitív a vége, de nagyon-nagyon megrázó így ez az egész dolog. A Millió dolláros bébit ugye szintén én szinkronizáltam, és azt például azt vetítették már ugye a moziban, mivel eleve nagy kedvencem, meg kíváncsi voltam, a Clint Eastwoodot imádom, ugye kíváncsi voltam a filmre, és a barátnőmmel elmentünk megnézni, és akkor én még nem tudtam, hogy én fogom szinkronizálni, viszont aztán ugye hál' Istennek megkaptam, és rengeteget segített az, hogy az egészet egybe láttam, és tudtam, hogy miután következik. Ez más filmnél is volt már így, hál' Istennek, és sokat segít, csak hát ugye most erre nagyon sokszor nincs idő, hogy akkor meg tud nézni, mert nincs rá idő, meg nincs is mindig rá lehetőség, hogy ezt megtett. Tehát például egy mozifilmnél abszolút nincs, hát ott megkapom, vagy ugye kihívnak egy szerepre, és akkor ott ugye hát ott úgy veszük fel, hogy eleve részekben, illetve hát ugye ott a kópiát is, ugye ott le van fedve, tele van felirattal, ugye, hogy nehogy véletlenül valami jogi dolog, tehát hogy nehogy kikerüljön. És a harmadik műszakkal kapcsolatban milyen emlékeid vannak? Nagyon jó. Nagyon jó. Az egy nagyon-nagyon jó munka volt. Hát emlékszem például, hogy amikor a Görög Laci figurája meghalt, tehát ez még ennyire bennem van, pedig hát az más sem most volt. Konkrétan
Hát ott sírtunk. Tehát, hogy itt az annyira, mert ugye nagyon-nagyon szerettük a Lacival, meg úgy egyáltalán az egész stáb is úgy nagyon jó volt, és az is egy ilyen nagyon-nagyon meghatározó valami volt, abszolút. Jó élményeim vannak, tehát így abszolút jó emlékeim vannak róla. És amikor vége volt, akkor nehéz volt elszakadni a figurától, a stábtól. Igen, 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 ami ugye az ember szívéhez nő, akár egy sorozat, akár egy film, akkor, és ami úgy igazán közel áll az emberhez, akkor igen, akkor utána egyrészt nehéz is elszakadni, meg hirtelen olyan ürességet érez az ember, hogy úgy vége, úgy most akkor mi van. Így a szinkronnál is, mert ez amúgy színházban is abszolút így előfordul, tehát hogyha a vége, mondjuk van egy előadás, és akkor elkövetkezik az utolsó előadás, akkor is így érzi azt az ember, hogy így olyan üres az egész. Aztán persze ez nyilván ugye a napok múltával ez elmúlik, de közel áll az ember, közel állnak az emberhez ezek a dolgok. És az például bánt, hogyha egy színésznőt, akit nagyon sokszor szinkronizáltál, valaki másra osztanak? Hát nem lennék őszinte, ha azt mondanám, hogy nem bánt. Persze, hogy bánt, nyilván, mert pláne, hogyha úgy érzed magadban, meg olyanok a visszaigazolások is, hogy igen, ez úgy abszolút te vagy. Hát nyilvánvaló, hogy bánt, de hát el kell fogadni, valaki valamiért nem így gondolta. De amúgy ez egy érdekes dolog, ez nem csak magammal kapcsolatosan szokott esetleg bántani, ez másnál is, tehát hogyha valakit így abszolút azt mondom, hogy megszok, azt, hogy ő a hangja, akkor az és utána más csinálja, akkor az úgy tud zavaró lenni. Bár az is elő szokott fordulni, hogy vannak bizonyos színészek, akik annyira mások tudnak lenni minden filmben, hogy azt is el tudom fogadni, hogy többen csinálják, tehát hogy igen, tényleg igaz, abban a filmben nem lett volna jó az a hang, aki az előzőben szuper volt. Tehát ilyen is van, de azért többnyire én szeretem, hogyha megszoktam valakit arra a bizonyos karakterre, arra a színészre, és azt szerintem passzol, meg úgy általában sokak szerint passzol, akkor én sem szeretem. Tehát ilyen szempontból én is úgymond néző vagyok, vagy tehát, hogy így szakmailag, meg szakmailag is szerintem az úgy nagyjából úgy korrekt, hogy ha valaki bevált, akkor ahhoz úgy jó ragaszkodni. Volt a 24 című sorozat, amiben ugye György Jönnától átvetted a szerepet. Igen, igen. És később felbukkant a sorozatban a Kim Raver volt a harmadik műszakban? Igen. Hát ez egy érdekes dolog. Ugye a Nusitól azért kellett átvennem, mert ő éppen akkor babázott. Tehát ő ugye nem tudta ezt csinálni. Ez ilyenkor máskor is így voltam már ilyen szituációban. Én nagyon örültem neki. Egyrészt nagyon jó volt a figura, meg hát én a Nusit imádom, tehát hogy így ez ilyen megtiszteltetés volt nekem, hogy átvehettem. Egyrészt nyilván ezért sem tudtam utána már ő lenni, mert ugye ő egy nagyon meghatározó figura volt ugye a sorozatban. Másrészt azért az is elő szokott fordulni, hogy hát ugye annyira sok csatorna van, annyira sok felé vagyunk, és hát még mondjuk most már alakul ez a fajta adatbázis, de nagyon sokszor ugye nem tudja az egyik stúdió, hogy a másikban már ez volt egy sorozat, vagy az egyik csatornán már volt, de olyan is van, hogy mondjuk lement egy sorozat az egyik csatornán, és akkor a másik csatorna megveszi a sorozatot, és ő abszolút, ha csak nincs olyan karakter benne, akikhez mondjuk ők is ragaszkodnak, mert mindig ő szokta csinálni, akkor egy teljesen új szinkront kérnek. Tehát teljesen újja. Ez fura nekünk, mert pláne ha jó az a szinkron, akkor miért nem lehet ugyanaz? Tehát, hogy így ezeket így nem, ezekben nem látunk bele igazából. Tehát ez így nyilván furcsa volt, de hát ez ilyen kettős dolog volt, hogy ugye emiatt is, mert át kellett vennem a szerepet, meg nem is tudják mindig, hogy éppen én azt szinkronizáltam, vagy bárki más bármit. Úgyhogy ez elő szokott fordulni. Még két kérdésem lenne. Az egyik a Jennifer Garnerrel kapcsolatban, hogy őt milyen színésznőnek tartod, illetve mennyire kedveled őt? Én nagyon kedvelem. Én nagyon kedvelem, és szerintem nagyon jó színésznő. És hát ugye már azt mondom, hogy ugye az Aliasba, és mondjuk már előtte is szinkronizáltam,
őt, de akkor még mások is szinkronizálták, és aztán amint bejött ugye az Alias, onnantól kezdve tulajdonképpen szinte kivétel nélkül én csinálom, egyszer-egyszer fordult elő, hogy beteg voltam, és nem tudtam megcsinálni, és nem tudtak várni vele, és meg kellett csinálni. Hát azért abban is, azt is ugye azért imádtam annyira, mert annyiféle karaktert megmutathatott magából, és nagyon jól kitalálták, és nagyon jól tudott ezekhez alkalmazkodni. Ott azért már megmutatkozott, hát nem hiába, hogy a Bradley Cooper is, ugye hát most már Oscar-díjra terjesztették föl, stb. Tehát azért ott többen így azt mondom, hogy abszolút befutottak. És ő nagyon jó, tehát most egyrészt nagyon jó komika, meg jól válogatja meg a filmjei. Tehát például most azt mondom, szerintem a Danny Collinsban is nagyon jó volt, aztán a férfiak, nők és gyerekek. Hát abban egy olyan, az egy nagyon érdekes film, és egy olyan karaktert csinál, amit még életében soha. És pont azt beszéltük a Majoros Eszterrel, aki rendezte, hogy hú, hát itt ez ilyen tök más, mint amit idáig megszoktunk tőle, és ettől volt nagyon izgalmas, úgyhogy én nagyon szeretem őt is. Az utolsó pedig egy animációs filmmel kapcsolatos. Na! Még a gyerekkoromban volt, és nagyon emlékezetes maradt számomra az Extreme Ghostbusters-ben egy ilyen goat csaj. Igen, igen. Egy ilyen fekete, ilyen vagyon vagány csaj volt, ugye? Az, ha jól emlékszem. És nemrég beszélgettem erről Csík Csaba Krisztiánnal is, és mondta, hogy mindannyian szerettétek annak ellenére, hogy megvannak a maga hibái. Persze, persze, igen, igen, de nagyon jól szórakoztunk. Abszolút így, hát pedig hát már az sem most volt, igen, ugye, de ilyen tök jó volt. Ott is nagyon jó volt így a stáb, jó, jó volt, tehát így jól el voltunk ezzel, abszolút. És ez ennyire megmaradt benned? Nagyon szeretted a sorozatot? Aha, igen. Hát igen, mert abban is ugye más, jók voltak szerintem is, és ilyen, hát ugye abban is egy tök más karaktert csinálhattam, amit előtte nem mondjuk, vagy nem annyit. Igen. Tehát ugye akkor ezek így mindig egy ilyen kihívás. Abszolút. Vagy például most ugye csináltuk a Bartucz Attilával a 12 majom című sorozatot, ugye, ami a film igen. Most megy az egyik csatornán, és hát abban ugye ő kiosztott arra a figurára, ami a Brad Pitt volt a rendes filmben, és csak itt ezt egy lány csinálja a sorozatban. És hát fú, hát fantasztikus volt, mert az egy teljes őrült, ugye? És hát mindenféle színét, és tényleg ott is jó a csaj is, és akkor hol öregre van maszkírozva, hol mind tök fiatal, hol ilyen, hol olyan, és maga még pluszban az őrültsége, úgyhogy mindannyian így, jaj, és jaj, de jó, és jaj, de jó, és úgy már tökre örültem, hogy jaj, jövök a 12 majmot csinálni, de jó, mert ez így földobja az ember napját, hogy valami olyan kihívást eljállítanak, ami mondjuk hát nyilván nincs sűrűn, persze egy ilyen őrült figura, úgyhogy azt is nagyon-nagyon élveztem. Akkor neked bejönnek ezek az elvont? Be, abszolút. Hát én nekem minden, végül is én ilyen mindenevő vagyok, tehát így abszolút bejön, de ezek is nagyon bejönnek, abszolút. Abszolút. Ez a 12 majom forgatása már véget ért? Igen, igen. Az most az első évadot azt a múlt héten fejeztük be. És majd most forgatják, vagy nem is tudom, hogy már leforgatták-e a második évadot Amerikában, de azt tudom, hogy azt mondták, hogy áprilisban fogjuk majd újra kezdeni. Már a második évadot. Akkor biztos, én nem tudtam, hogy berendelték, azt hittem, hogy... Hát én úgy tudom, de ez még, tehát én nekem csak ennyi információt mondtak, aztán tudod, hát az hol van még április, tehát persze, majd meglátjuk. Nyilván persze, mert ugye ki tudja, hogy itt milyen lesz a nézettség, hát ez annyi mindentől függ, hogy van olyan, amire azt mondom, hogy megcsináltunk egy évadot belőle, és itt mi színészek teljesen odáig voltunk, de valamitől vagy rossz idősávban volt, és nem találták meg azt a nézőközönséget, akiknek való, és akkor így abból megcsináltunk két évadot, és akkor utána így nem lett belőle semmi, pedig borzasztó jó volt. Hát ez ilyen érdekes. Vagy az, amit azt mondom, hogy mi megcsináltunk egy évadot belőle, és mi nagyon szerettük, Amerikába meg így le. Azt mondták, hogy nem. Csak valószínűleg mi ugye, nekünk olyan jobban európaibb volt, és ezért ugye mi szerettük, és hogy ó, de kár, hogy nincs belőle több, pedig milyen jó. Hát ez ilyen ízlések és pofonok valamilyen szinten. És az európai sorozatok?
hogy filmek, azok mennyire állnak közel hozzá? Abszolút, abszolút. Mondom, én tulajdonképpen mindenevő vagyok, tehát, hogy így, ami jön, most benne vagyok egy pici szereplőként egy spanyol elvont sorozatban, tehát az is egy ilyen nagyon ilyen bérgyilkosos, mindenféle nagyon, de is ezzel a spanyol, igazi spanyolos, úgy ez az egész ilyen kicsit Almodóvár, tehát ez a fajta ilyen nagyon érdekes, az is abszolút, de nagyon sok francia filmben is, meg sorozatban is szinkronizáltam, mert én szóval minden, bármi jöhet, ami jó. Hát illetve nyilván jön olyan is, ami nem annyira, azt is meg kell csinálni természetesen, de így abszolút. Köszönöm, hogy válaszoltál. Én is köszönöm.